Van egy fideszes milliárdos a sok közül, aki abból gazdagodott meg néhány év alatt, hogy a magyarok pénzéből hazudik a magyaroknak. Nem tudom, most nem tudok erre mit mondani. Nem tudom, vagy nem tudom. Ő Balási Gyula, a 100 milliós luxusautókat gyűjtő aranyifjú, akinek a cége Orbán Viktor propagandáját önti ránk a tévéből, az internetről, az újságokból és a plakátokról. Mindezért 2016 óta 44 milliárd forintos profitot zsebelt be Rogán Antal propaganda hivatalától. Tudják, mennyi pénz ez? Balási Gyula a legjobban kereső kommunikációs cégvezető Magyarországon. Havonta 523 millió forintot keresett 7 év alatt az önök pénzéből. Vajon Orbán kommunikációs zsenie képes volt-e arra az egyszerű kérdésre válaszolni a 444 által készített interjúban, hogy miért az ő cége kapta a legtöbb állami hirdetési pénzt? Hú, ez nagyon váratlanul értek, most nem tudok erre mit mondani. De az csak tudja, hogy hányan írták alá a nemzeti konzultációt, amit az ő cége reklámoz. Mennyit öltöttek ki? Mennyi? Tehát számoljuk ki. Bocsánat, tehát azért van egy nagy cég, tehát hogy nem konkrétan én csinálom. De hogy, tehát hogy mennyien töltötték ki? De akkor mégis mi a titka? Hogyan lehet 44 milliárdot keresni 7 év alatt? Tehát ez jó munka kell, amit mindig is csináltunk, tehát az elmúlt, nem tudom, 20 évvel ezt csinálom, több mint 20 év. Akkor az biztosan tudja, hogy hány céget vezet? Sajnos semennyire. Tehát én a cégeket vezetem, van, vagy nem tudom, 8-10 cég, tehát azokat. Vannak egyáltalán más megrendelői, mint Orbán propaganda gyára? Nem tudom. Mondom, tehát küldjék el, kérem a kéréseket, és akkor felkészülök. Na jó, akkor egy mentőkérdés. Mi került 230 ezer forintba Orbán Viktor levelének megtervezésén, amint csak egy fénykép és egy géppel írt szöveg van? Mondom, ezt szívesen elmondom, küldjék el e-mailbe a kérdést. Nos, ő lenne tehát Balási Gyula, az Orbán kormány kommunikációs szakértője, aki az önök pénzéből lett 7 év alatt Magyarország egyik leggazdagabb embere. Amíg Orbán Viktor marad, addig a tehetségtelen fideszes aranyifjak országa leszünk, akik csak a lopáshoz értenek, akik a magyarok pénzéből gazdagodnak.